A mindennapi életben gyakori jelenség, hogy bármelyikünk rajzolni kezd, művészi igényre és képességre való tekintet nélkül. A gyermekeket nem kell különösebben biztatni a rajzolásra. A rajzaik magától értetődő, önkéntelen kifejezői az általuk ismert és elképzelt világnak. Házakat látunk az óvodások rajzain, és a valóságban is. Húzzuk meg ennek a háznak a körvonalait. Ha a képből kitűnik a ház, és csak a rajz marad látható, tudatunkban ez a néhány egyszerű vonal kiegészül. Ha nem is gondoljuk hozzá a ház összes építészeti elemét, minden apró részletét, lényegileg mégis olyasféle épületre gondolunk, mint az eredeti. A rajz, amelyet másképpen a vázlat művészetének is neveznek, lényege a festészetnek, szobrászatnak és építészetnek. A rajz a lelke és forrása a festés mindenfajtájának és gyökere az összes tudományoknak. Aki olyan sokra vitte, hogy a rajznak mestere lett, arról elmondhatjuk, hogy drága kincs jutott a birtokába, mert mind ecsettel, mind vésővel olyan alakokat képes teremteni, amelyek a toronynál is feljebb emelkednek, és képzeletének ereje szétfeszíti a falakat. A rajzművészetnek ez a dicsérete 1538-ban hangzott el Rómában, és a méltatót Michelangelónak hívták. Valóban a rajz nagyon sok feladatnak megfelel, nagyon sok célt szolgál, de mi most csak a művészi rajzról fogunk beszélni. És hogy a művészi rajz széles területén is el tudjunk igazodni, először sorra kell vegyük az alapelemeket. A tőlünk távolodó dolgok pontként tűnnek el a szemünk elől. Pont keletkezik abban a pillanatban is, ha vonalak találkoznak, vagy ha a kör összeszűkül önmaga centrumába. Létrejön a vonal, ha sok pont egymás mellé sorakozik, vagy ha a pont mozgásba indul. A vonal képzeletünk jóvoltából képes emberi tulajdonságokat felvenni. Lehet vidám, szomorú, kemény és lágy természetű. Meghatározhatja az az indulat és erő, amely mozgásba hozta. Ha több vonal találkozik, létrejön a sík. Önmagába záródik lehet kör is, és ha ez jó feszes, akkor mozgékony, gurul, száll, pattog. Ha a vonal szögletesen zárul, lehet például négyzet, amely ridegebb, nehezen mozdítható el, és ha sikerül is megemelnünk, túlbillen a másik oldalára, és ott újra megül. Ha pedig a vonal szabálytalanul záródik, akkor ezerféle folt születik. A képzőművész számára az emberi test elsősorban látvány, a rajzoló szeme azt a gazdag formavilágot vizsgálja, ami felfedezhető rajta. Az emberi test térbe épülő bonyolult szerkezet, amelyen a legkisebb elmozdulás is az egészet változtatja meg. Az emberi formák tanulmányozásához nagy segítséget nyújt Barcsay Jenő művészeti anatómiája, amely az új magyar rajzművészet egyik jelentős eredménye.
A rajz alapja és összefoglalója minden képzőművészeti ágnak. Mindig jelen van festmények, szobrok, épületek vagy iparművészeti alkotások létrehozásának folyamatában. Vázlatok, kompozíciós vagy részlettanulmányok máskor eredeti nagyságú műhelyrajzok formájában. Egy mű létrejöttének folyamatában rendszerint a kompozíciós vázlatok jelentik az első lépést. A vázlat értéke és haszna a lényeges elemek kiemelésében van. Előbb a kompozíció felépítéséhez szükséges vázlatokra van szükség, majd a gondolati tisztázással egyidejűleg egyre inkább a részletek tanulmányozására. Abban az esetben, ha az idők folyamán megsemmisül a mű, különös fontosságot nyernek a hozzá készített vázlatok. Így történt ez Leonardo Szent Anna harmadmagával című képe esetében is. A nagyméretű karton utal a hajdan volt mű értékeire. A rajz sokszor megsemmisül az alkotás elkészültével, de eszméje felszívódik abban. A festett kép megalkotásában a rajz nem első lépcső, inkább egy elhanyagolható közjáték, mely a már ködös formában az agyban meglévő látvány első feljegyzése esetleg váza. A koncepció önként vállalt korlátai a vonalak. Ezeket sürgősen száműzik a színek, és tulajdonképpen attól a pillanattól kezdődik a kép festészeti értelemben vett kialakítása. A vonalas vázlat nem minden esetben képes visszatartani, hogy a későbbiek folyamán gyakran esetleg önkéntelen indulatból adódott részletek hatására akár az egészet át ne fessen. A befejezés pillanatáig a festés mint munkafolyamat egy permanens akció, nincs recept, minden művész módszere különböző, sőt, a sajátomról elmondhatom, hogy az a feladatokhoz igazodva változik. Ferenczy Béni szerint a szobrászatnak is, mint minden más művészetnek alapja a rajz. A rajz közvetítő a képzelet és a valóság között. A rajzban érvényesül először a szobrász tudása, ezen ellenőrzi képzeletét és egyúttal eszköze is, hogy tudását fejlessze. Azt hihetnénk, hogy a szobrász minden más művésznél könnyebben mellőzheti a rajzot. Mégis a legtöbben rendszeresen rajzolnak. A szobrász rajzokban az a tipikus, hogy csak a lényeges körvonalak a tömegjelzése a cél. Az alakon kívüli környezetet csak ritkán jelölik. Gyakran előfordul, hogy rajzaik nem konkrét szobrokhoz készülnek, hanem szobrászi gondolataik rögzítésére szolgálnak. A segédvonalak nem csak a festmény esetében tűnnek el, hanem a szobroknál is előfordul, hogy a mű alakulásával megsemmisülnek. A vonal a szobrász kezében lehatárol valamit. Vagy lehatárol egy formát, egy részletet, amit én el akarok távolítani, vagy rá akarok tenni. Ebben az esetben a vonal aztán eltűnik, megsemmisül, nyoma sem marad. A vonalakkal nagyon sok mindent el tud érni a szobrász. Olyan mélységeket tud ábrázolni, és olyan térbeli egymás mögöttiséget, amit egyébként csak formákkal lehet elérni. Ezért is nagyon sok vonalas rajzot készítettem.
Ezek többnyire vázlatok, elkezdem gondolkodni, tulajdonképpen a kezem gondolkodik, és egymás mögé szövi a vonalakat. Mikor az egyik vonalat meghúzom, még nem is tudom, hogy milyen lesz a másik. A kezem tudja, illetőleg a kezem valahogy letapogatja az agyamból azt az elképzelést, ami ott még csak homályokban volt meg. Ha van egy ilyen tervem, ritka szerencsés esetekben ez nagyban is megvalósulhat. Akkor tulajdonképpen már csak egy mechanikus fölnagyításról van szó. Ugyanezt az elképzelést nagyba is meg kell rajzolni, és úgy lehet aztán áttenni plasztikával. Nézzük meg, milyen módon használja a rajzot Nagy Judit, textiltervező. Magam szövöm a gobleneimet. Gondosan megrajzolom a kartont minden munkámhoz, de a goblen technika kötött szabályai miatt változnak a formák szövés közben. Ilyenkor kicsit kézműves is vagyok, meg egy kicsit festő is. Nehezen tudnám elképzelni, hogy más szője meg a munkáimat. Mindenki máshogyan sző, így minden munka magán viseli a készítője kézjegyét. Egy szeretettel megszőtt goblen egyszeri, megismételhetetlen, ugyanúgy, mint ez a barna lepke. Csak annyira írom át, hogy a természet adta formája, rajzossága, színe ne veszítse el eredeti karakterét. A bogár színű árnyalatokat menet közben kevergetem ki. Nagyon lassan, lentről fölfelé haladva építgetem. A goblen levágása után már nem javíthatok bele. Ha a tervező nem maga szövi művét, hanem ügyeskező mesteremberekre bízza a kivitelezést, akkor rendszerint színes vázlatot készít. Előfordulhat azonban, hogy a végleges művel megegyező méretű kartonon már csak a körvonalakat rajzolja meg, és ezeken belül számokkal jelöli a felhasználandó színeket. Épülethöz kapcsolódó nagyméretű munkákhoz, mint ez a mozaik is, a méretarányos terveket majdnem 100%-ra megcsinálom. A kivitelezéshez teljesen pontos műhelyrajz szerint fogok hozzá. Ilyen feladatoknál elképzelhetetlen számomra az improvizálás. A legelején kialakított rakásmódhoz görcsösen ragaszkodok az egész munka alatt, különben fölborul az eredeti elképzelésem. Ez az üvegből készült anyag, amivel most dolgozok, különös figyelmet kíván. Nem szándékozott klasszikus anyagokat imitálni belőle. Az eredeti ipari raster meghagyása mellett teljesen a kontúrokra koncentráltam. Csak a kontúrokat alkotó köveket vágom és csiszolom. Nem hagyományos módszerrel készített szobrok vázlatai egyre inkább hasonlítanak a műszaki rajzokhoz. A kinetikus művekhez pedig szabályos műszaki és működési leírást, valamint kapcsolási rajzot is készítenek. Erről beszélgetünk a Kalocsai Söffer gyűjteményben. Ami engem érdekel, az először is az ötlet, mert a képzeletemben tisztán látom, hogy mit kell csinálni, ha az minden teljesen kész van, akkor megcsinálom a terveket, mint egy építész, és ezeket a terveket azután kiviteleztettem, hogyha tudom kiviteleztetni nagyba, ha nem kicsibe. Ezek a tervek, ezek már nem a hagyományos szobrászati rajzok, hanem nem, semmi közösség műszaki tudom. Rajzokhoz is. Nem is. Szóval a helyzet az, hogy inkább egy ilyen dosszié, abban van egy rész, az olyan tervek, mint egy építész, szóval a különböző nézetek le van rajzolva pontosan, aranyrácsal van feszítve, rajzolva, és azután le van írva, hogy milyen elektronikus és elektromos
készülékeket tenni és hova kell tenni, és aztán le van írva egy program, hogy hogy lesz programálva, amit azt én csinálok. Tehát a programot mindig én csinálom, ami lehet vagy kibernetikus program, ami el van határozva a környezetnek a működésétől, vagy pedig egy automatikus, de állandóan változó, aleatórius program, amit én magam szintén megcsinálok. Mind a kettőt, szóval az én nekem a munkám, a legfontosabb munka, ahol tényleg dolgozom sokat, az a programmunka. Végül is a tervezés. Nem a terv, hanem mikor minden működik, mert ezek működnek, hogy működjenek, hogy legyenek a fényszórók beállítva, hogy legyenek a motorok programálva, milyen legyen a sebességük, hogy legyen megcsinálva a különböző családoknak az egymással való viszonya, mert egy programban van több család a saját programával, aminek mindegyiknek más a sebessége, más a magatartása. Mikor ezeket össze kell hozni úgy, hogy amit az ember lát, az mindig egy más eredményt adjon. Szóval sose látja az ember mindig ugyanazt a vizuális eredményt. Thank you.